A társkereső oldalon szedte áldozatait az a nő, aki közel 43 férfitől csalt ki különböző indokokkal pénzt. Egy paksi férfit is rászedett, akitől közel 1,6 millió forintot kapott. A Tolna megyei áldozat feljelentést tett a karcagi nő ellen. Majd miután felderítették az ügyet, és a nő bankszámla számait beazonosították, illetve az arra érkező utalásokat, akkor megállapították, hogy a nő legalább 43 sértetnek okozott különböző értékben csalásokat, amivel 9,4 millió forintot csalt ki a férfiaktól. A nő a kihallgatása során elmondta, hogy ezt az összeget a megélhetésére költötte. Kollégáim vizsgálják azt is, hogy a nő további férfiakat is becsapott-e, és kihallgatását követően novemberben őrizetbe vették, majd pedig őt a szexádi járás bíróság letartóztatta. A vádlott több esetben az édesanyja temetésére vagy adótartozásra hivatkozva csalta ki a pénzt a sértettektől. Az eset körülményeit a továbbiakban a paksi rendőrkapitányságon vizsgálják.